Maradjunk így állva, és a Máté Evangélium a 6. részét keresétek meg a Bibliátokban. Máté Evangélium a 6. részét. Az első 18 verset olvasom föl, ami a következő 3 adventi vasárnap délelőttjének lesz az alapigéje. Ma csak az első felével fogok foglalkozni ennek az igének, de mindegyik vasárnap valamelyik téma lesz terítéken, csak szeretném, hogyha most együtt látnánk ezt a 3 szakaszt. Máté 6, 1-től 18-ig. Vigyázzatok! Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyi atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyilván. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és titkon, az ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, mit titkon teszel, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédők, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyi atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig bőjtöltök, ne legyetek olyan komorábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a bőtülésüket. Bizony mondom nektek, elnyertik jutalmukat. Te pedig, amikor bőjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák bőtülésedet, hanem a te atyád, aki titkon van. És a te atyád, aki látja, mit titkon tettél, megfizet neked nyilván. Egy személyes bizonyságtevéssel szeretném kezdeni ezt a mai igehirdetést, és ezzel szeretném bevezetni a következő 2 vasárnap délelőttjét is. December az év utolsó hónap, és elérkezünk az év végéhez, és ilyenkor az ember úgy lélekben készül. Kicsit leeltározik, elszámol dolgokkal az életében. Hát ez történt velem is az elmúlt időszakban, és sok mindent kellett Isten elé vigyek, sok mindennek kellett felé elszámoljak, mint egy közösségnek a vezető és lelki pásztora. És hát ebben az elszámolásban megjelentek nagyon személyes vonatkozású dolgok is, például olyanok, hogy a közvetlen rokonságomban van néhány ember, aki még nem szabad, még nincs megtérve, még nincs újjászületve, nem mozdul az élete se előre, se hátra. Kicsit olyan, mint azok a tanítványok, akik ott vannak a Galilei-tó közepén, és vesződnek, nem mozdul az élet. És ez úgy nagyon megnyomta szívemet, hogy Uram, eltelt megint egy év, és nem történt változás ezekben a dolgokban, és hát ott volt bennem ez.
Aztán volt egy másik terület, ami nagyon megnyomta a lelkemet, az a lelki életemnek egyfajta meddősége. És elmondom, hogy mit értek ez alatt. Nem azt, hogy 10-11 ember jár barátkozókra és foglalkozok velük, hanem azt, hogy van legalább 10 olyan ember, de talán több is, akik rendszeresen járnak, nem barátkozni, hanem ide Isten tiszteletre úgy, hogy egy helyben topognak. Nincs változás. Aztán van néhány ember, akinek az élete szellemileg leterhelt, megkötözött, és nem látom azt, hogy az életük mozdulna valamerre. És kicsit úgy vagyok velük, és úgy vagyunk mindannyian velük, mint az a zsinagógai gyülekezet, akik hozzászoktak ahhoz, hogy van nekik is egy asszonyuk, aki 18 éve megkötözött. És megszokták ezt Kapernaumba, hogy igen, ő a görnyed hátú néni, aki 18 éve úgy jár az imaházba, hogy meg van kötözve, és nem tud kiegyenesedni. Hát ez is ott volt bennem, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Aztán egy másik dolog, ami úgy elém jött, hogy az óvodai kis csoportban 17-18 szülő jár, ebből 4-en vagyunk hívők, aztán megtért 4, de abból 2 visszatorpant. És nem jár most gyülekezetbe, 2 viszont jár, beépült a gyülekezetbe. De mi van a másik 10-valahánnyal, aki ott van és hallja szerdáról szerdá az evangéliumot, és nem tudott még megtérni és újjászületni? Hát ezek a dolgok foglalkoztattak engemet az elmúlt időszakban, és úgy rám telepedtek ezek a dolgok. És eszembe jutott az ég, amikor Jézus lejön a hegyről a 3 tanítvánnyal, és látja, hogy a tanítványai vesződnek egy gyerekkel, nem tudnak vele mit csinálni, mit kezdeni, és Jézus megszabadítja ezt a gyereket a gonosz erőktől, és a tanítványokban van annyi becsület, vagy tartás, hogy oda mennek hozzá, és megkérdik, hogy Mester, mondd meg nekünk, hogy miért nem ment, miért nem történt meg a mi szavunkra. És akkor Jézus azt mondta, hogy csak könyörgéssel és bőtöléssel történhet ez meg, imádkozás és bőtöléssel. És ebben az időszakban, amikor ilyen nagy kérdőjelként álltam az Isten előtt, ebben az időszakban meglátogatott egy kedves barátom Kiskunhalasról, akit Isten nagyon mérő szabadított ki a kábítószer függőségből, meg kereskedelem, meg sok mindenből, és elmondta, hogy szeretné megosztani az örömét, hogy fehér lap van az életében, lejártak a tárgyalásai, szeretne adni nekem egy könyvet, hogy ellenőrizzem le, hogy jó könyvet olvas-e. Hát ennek a könyvnek az volt a címe, hogy Bőjt, és akkor elkezdtem olvasni. És azt vettem észre, hogy nem tudom letenni a könyvet. Azt vettem észre, hogy már szombat este van, és nem akarok enni. Azt vettem észre, hogy valami éhség támad bennem az Isten uránt, hogy valaminek meg kell változnia. Az én életemben, az előjáróság életében, a gyülekezetünk életében Isten szeretné a szent lelkét kiárasztani. És hát ezek úgy foglalkoztattak. És ahogy a könyv végére értem, és ezt már megosztottam az előjárókkal, azt kaptam az Úrtól, hogy igenis, bármennyire is furcsa, mert évek óta nem volt imahetünk a gyülekezetben, csak hagyományból nem akarunk imahetet tartani, persze voltak más ima alkalmaink a kis csoportokban, de nem a klasszikus imahét. Az jött a szívembe, hogy igenis, 2011-et kezdjük úgy, hogy felajánljuk az első hetével együtt Istennek. Az nem azt jelenti, hogy az első hetet felajánljuk, az összes többi meg a miénk, hanem azt jelenti, hogy az első hét az legyen ima és bőjt hét a gyülekezetnek, amikor keressük az Úr arcát intenzíven, amikor azt mondjuk, hogy Uram, nem akarunk belenyugodni, hogy van 4 olyan ember, aki nem tud megszabadulni a megkötöttségből. Nem akarunk belenyugodni abba, hogy sokszor kudarcot mond a vezetés. Nem akarunk belenyugodni azokba az állapotokba, hogy járnak emberek, de nem szabadulnak meg, nem térnek meg, nem változik az életük. Uram, emlékeztetünk téged arra, hogy nekünk fontos, hogy változzanak a dolgok. És ez indította azt el bennem, hogy az előjárók elé vigyem azt, hogy 2011-et kezdjük egy ima és bőjt héttel. Ez nem kötelező, ez egy lehetőség.
És ennek a három vasárnapnak az a célja, semmi más, csak az, hogy meghozzám hozzá az étvágyatokat. Hogy ne úgy gondoljatok arra, hogy jaj, mi lesz, ha eljön 2011 elején, nem lehet enni, hanem arra gondoljatok, hogy de jó, hogy jön a hét eleje, az év eleje, nem bírom ki, kipróbálom a hamarabb. Az a vágyam, hogy olyan szomjúság támadjon bennetek az imádság, a bőt és az adakozás iránt, amit az első keresztények éltek és tapasztaltak az életükben. Azt kaptam az Úrtól, hogy ez lenne az aktuális várakozás, a jó advent most Isten felé, ha így várnánk őt, készen léti állapotban. És ez a vágyom, kedvet találni erre. Az előjárók már elkezdték ezt sokan csinálni, és meggyőződésem, hogy ennek a három vasárnak az lesz a következmény, hogy nem fogod megvárni 2011 első hetét, hanem menet közben elindít benned egy szomjúságot. Ezért olvastam föl a hegyi beszédből a hatodik részből ezt a részletet, az első 18 verset. És csak néhány összefoglaló gondolat a hegyi beszédből. Jézus Krisztus ebben a beszédben meghirdeti a mennyország királyságát, Isten királyságát. Elmondja, hogy ennek a királyságnak a polgárai nyolcszorosan boldogok, ugye? De nagyon furcsa dolgok miatt. Azért, mert éhezik és szomjazzák az igazságot. Azért, mert tiszta szívek. Azért, mert sírnak. Azért, mert szelidek, azért, mert békességszerzők, azért, mert háborúságot szenvednek az igazságért, ezért boldogok Isten országának a polgárai. Nem tudom, hogy neked mi okozza a legnagyobb örömöt az életedben, mi a legnagyobb örömnek a forrása. Jézus elmond itt 8 okot az örömre a hívő ember életéből. A másik, amit elmond a hegyi beszédben Jézus, hogy Isten országa polgárainak az élet célja az, hogy só és világosság legyenek. Magyarán Isten polgárainak, országa polgárnak a célja az, hogy hatással legyenek a környezetükre. A Hádolpunk Géza bácsiról nagyon részletesen és nagyon nagy tekintél és hatalommal hirdette az igét, nem akarok erről többet beszélni, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy ezekben az igékben Isten mindig úgy jelenik meg, mint édesatya. Ha végigolvasod a hegyi beszédet, van egy nagyon különös jellegzetesség a hegyi beszédnek, hogy Isten országában, Isten királyságában Isten a te mennyei atyád. Egyszer nem mondja azt, hogy Úr, hogy Isten, hogy örökkévaló, hogy mindenható, hogy hatalmas, hanem úgy hívja Istent Jézus, úgy mutatja be nekünk ebben az igében, mint mennyei atyánkat. Érdekes látni ezt, amikor arról beszél, hogy mi a célunk. Azt mondja, úgy ragyogja ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket, és dicsőítsék kit? A ti? Kit? Mennyei? Atyátokat, édesapátokat, dicsőítsék az emberek. Megyek tovább, és nézzétek meg, hogy Isten országának a törvényei egészen másképp működnek. Az Ószövetségben azt hitték a zsidók, hogy a törvényt azért kell betartani, hogy igazából elérjük ezzel Isten jó indulatát. Hogy elérjük azt, hogy Istennek kedvét találja bennünk. Hogy Isten örüljön nekünk. Érdekes, hogy Jézus megváltoztatja, és azt mondja, megmondott a régeknek, én pedig azt mondom, hogy teljesen magas szintre emeli a törvényt, és arról beszél, hogy a törvény megtartásának nem az a célja, hogy Isten a kedvét találja bennem, hanem az a célja, hogy hasonlítsak hozzá. Azzal fejezi be a 10 parancsolat magyarázatát Jézus, ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. A törvény megtartásának a célja, betöltésének a célja, hogy hasonlítsak kihez? Az alkotómhoz. Ez a célja. És ez egy magasabb rendű cél, mint az, hogy elnyerjem a jó indulatát. Érzéked a hangsúlykülönbségeket? Kérdem én, miért akarsz tiszta életet élni? Azért, hogy hozzá hasonlíts? Azért, hogy őt tükrözd mások felé? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugyanitt a törvény magyarázatban mondja Jézus, hogy legyetek mennyatjátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszakra és jókra. És így érkezünk el a mai szakaszunkhoz a hegyi beszédből, ahol a kegyességről beszél Jézus Krisztus. Nagyon érdekes látni azt, hogy itt végig atyád, aki titkon van, megfizet neked nyilván. Vigyáztok, hogy kegyességeteket ne az emberekre, hogy gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat kitől? Mennyei
édesatyátoktól, mennyei édesapátoktól, atyátoktól. Tehát végig Isten úgy mutatkozik be nekünk ebben a hegyi beszédben, Jézus programbeszédjében, mint édesatyánk. Nagyon érdekes ez a nagy szemléletváltás. Az Ószövetségben mindössze 14-szer találkozunk Istennel, mint édesatyával, és sokkal inkább úgy mutatja be, mint Izrael nemzetének az atya, a nemzet atya. Az Új Szövetségben ezzel szemben 228-szor jelenik meg Isten, mint édesatya, és háromszor speciál arám szóval van megnevezve abba, ami azt jelenti, hogy apuci, amikor egy gyerek becézi az apukáját. Ez egy különleges kép. És hadd mondjam nektek, erre a szemléletmódra van szükség. Ahhoz, hogy megértsd azt, amiről tanítani fogok, az első, mit meg kell érts, hogy Isten az én mennyei atyám. És az a kérdés, hogy találkoztál-e már így Istennel, mint mennyei apukáddal és édesatyáddal. A Biblia szerint Istennel csak Jézus Krisztus által lehet találkozni, mint atyával. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet kihez. Nem azt mondja az örökkévalóhoz, nem azt mondja, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Istenéhez, mert hozzá lehetett menni mi által, a törvény által. De Istenhez, mint apához, mint atyához csak ki által lehet menni? Jézus Krisztus által. Ez egy nagyon-nagyon fontos kijelentés a Bibliában. Lapozzatok a zsidókhoz itt levélhez, és nézzétek meg ezt a szemléletváltást. Egy csodálatos leírás annak, hogy mit jelent az, hogy Isten az én mennyei édesatyám. Zsidókhoz itt levél, második rész, 11. versétől így szól az ige. Mert a megszentelő, mármint Jézus, és a megszenteltek mi, mindegytől származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Jézus kicsoda? Istennek az egyszülött fia. Ha ő engem kinek hív? A testvérenek, akkor ki vagyok én az Istennek? A gyermeke. Na hadd kérdezzem meg, találkoztál már a megszentelővel? Találkoztál már Jézus vérével? Találkoztál már a megölt bárány vérével, aki téged megtisztított, és azért nem szégyel téged testvérének hívni, mert az ő vére által milyen vagy? Milyen? Tiszta! Ebben a teremben tudjátok ki az, aki Istennek a gyermeke? Akin ott van Jézus Krisztusnak a vére, és akin ott van Jézus vére, azt ő nem szégyeli a testvérének hívni. Van egy bátyám a mennyben. Kicsoda? Jézus. Van egy testvérem a mennyben. Kicsoda? Jézus. És mikor elmegyek a mennybe, akkor azt fogja mondani az atyának, hogy nézd atyám, itt van az öcsém. És itt vannak a húgaim, és itt vannak a fi és a lány testvéreim, mind. Mondta ezt már rólad Jézus. Ott van-e rajtad az ő vére, ma, amikor az úrcsorára készülsz? Találkoztam-e megölt bárány vérével? Megmoshatott téged, megtisztíthatott téged? Olyan jó lenne ma kérni, ha még nem tudod kimondani, hogy abba atyám az Isten, édesapám az Isten. Olyan jó lenne ma Jézust a szívedbe fogadnod. Olyan jó lenne kimondani, hogy most meg a te véreddel Jézus. Én is szeretnék gyerek lenni, az Isten gyermeke. Olyan sokan vagytok itt ebben a teremben, akik ezt még nem éltek át. És nem értitek, hogy miről szól az egész. Hogy akartok megtérni, de nem megy. Isten szeretne gyermekévé fogadni téged Jézus vére által. És megyek tovább az ígével, azt mondja, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéremnek a gyülekezet körében, dicsérlek téged, és ismét én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyerekek, akiket az Isten adott nekem. Itt vagyok én, azt mondja Jézus majd a mennyben, és a gyerekek, a testvéreim. Itt vagyunk mind, atyám. Én szeretnék ott lenni ebben a körben. Te szeretnél? Úgy kívánom. Ha még nem találkoztál Istennel, mi mennyei édesatyáddal, akkor keresd ma Jézust, hogy mosson meg az ő vére. És ő mondja szólat ki, hogy Isten gyermeke vagy. Mert ő vagy a Szentléleket a szívedben, aki állt, ezt ki tudod mondani. Megyek tovább, és szeretném arról szólni, mit jelent az Isten te édesatyád. Általában a földi apák tekintetében ez legalább 4 fontos dolgot jelent. Többet is, de 4-et biztos. Az egyik az, hogy egy édesapa szereti a gyerekét.
A gyermekeink szeretetéhesek, és arra vannak kiéhezve, hogy minden apuka szeresse a gyermekét. Én látom ezt a gyerekeimen. Flóra lányom már nagyobb, már nehezebben tudom az ölembe venni, de azért még mindig néha oda ül az ölembe, és oda bújik hozzám. A kisfiam, ő még jobban, mert ő még kisebb. És nagyon sokszor oda jön hozzám, és átül engem, és szorítja nyakamat. És sokszor ülök az asztalon, és csak odaül az ölembe. Vagy lejön az irodám, és beül az ölembe. Szerintetek miért csinálja ezt? Mert minden gyermek éhezi az apja szeretetét. És nekünk apáknak az elsődleges kötelességünk, hogy ezt a szeretetet kifejezzük felé. Heizer Tamás mondta ezt úgy, hogy náluk úgy hívják ezt, hogy apa tanki. Ödül a gyerek az apuk ölébe, és azt mondja, tankolok. Szeretetet tankolok. Aztán van ebben a szeretetben egy nagyon érdekes megnyilvánulás, amikor ödülnek a gyerekeim az ölembe, akkor az belőlem nagyon nagy szeretetet hív elé. Amikor átülelnek és szorongatják a nyakamat, akkor én határtalan szeretetet érzek feléjük. Isten arra vágyik, hogy ilyen szeretet kapcsolatban légy vele. A kapcsolat a lényeg. A másik, amit jelent az, hogy Isten az édesapád, védelem. A gyerekeink arra vágynak, hogy mi megvédjük őket a rossztól. Megvédjük őket a bajtól. Ha nem tesszük ezt, bizonytalanságba érzik magukat. Odaállni melléjük. Melléjük állni. Kovács Gyuritól hallottam ezt a kis történetet, iskolába mentek, és hát valami rossz fát tett a tűzre a gyerek, tanítóni beívta a szülőt, és akkor mondta. Most ilyenkor két dolgot tett egy apuka, hogy odáll a tanítónéni oldalára, és ő is mondja. Gyuri meg azt csinált, hogy odaállt a gyerek mellé, meghallgatta a tanítónéni csendben. És azt mondta a tanítónéni, meghallgattuk a panaszt, haza fogunk menni, és megbeszéljük. És a gyerek azt érezte, hogy apukám nem az ellenségem. Igen, fogunk beszélgetni, igen, lesz számon kérés, de úgy fog számon kérni engem, mint apukám. És nem mind mondja másik oldalról. Nagyon sok szülő cserben hagyja a gyermekét, és odaáll, és vele együtt mondja. És csodálkozik, hogy egy gyerek esik szét, megy tönkre. Odaállni mellé a törésre. Na az atyánk, ami mennyi édesánk, Isten védelmez. Ezt jelenti, hogy apa védelmező. A harmadik dolog az édesapáknak, hogy gondoskodjon. Hát Isten már Noé idejében megígért, hogy gondot visel. Érdekes, amikor volt egy fantasztikus szivárvány Kecskeméten, nem tudom miért volt az, hogy mindenkinek Isten jutott eszébe. Még annak is, aki nem hisz benne. Hogy az Isten ide rajzolta nekünk. Valami természetfeletti dolgok jutnak az emberek eszébe. Mert Isten megígért ott, hogy gondoskodik, és ennek mi lesz a jele? A szivárvány, ami mennyi atyánk gondoskodik rólunk. És a negyedik, hát ezt szeretnénk kihagyni. Az apuka dolga az, hogy nevelje a gyereket, nem? Tehát mi akarjuk, hogy Isten szeressen, akarjuk, hogy Isten gondoskodjon, akarjuk, hogy Isten védjen meg, de ne neveljen. Azt már nem. Hát már pedig ez is a szülő feladat, hogy neveljen. Az, hogy Isten te édesatyád és édesapád, az azt jelenti, hogy nevel téged. És ennek a nevelésnek a célja, hogy belőled a maximumot hozza ki. És ez a maximum nem azt jelenti, hogy amit én nem tudtam megvalósítani neked, lányom vagy fiam, neked aztán feltétlen meg kell valósítsd. Hanem ismerem a képességeidet, ismerem a korlátaidat, és szeretném belőled a legtöbbet kihozni. Ez a cél a nevelésemnek. Hogy azzá válj, amivé te is szeretnél igazából szíved mélyén lenni. Isten azért nevel minket, hogy ezt tegye velünk. Hát nem a célom, hogy most apukákat tanítsam ennek az ígértésnek, de célom az, hogy megismerjük Istent, mint édesatyánkat, mint édesapánkat. Nagyon-nagyon fontos. És ha megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor gyerekek érdekes dolgokat szoktak mondani. Nálunk előre hoztuk Mikolást, vagy télapót. Nálunk nincs télapó, télanyó van. És a lényeg az, hogy feleségem azt súgja nekem az este, hogy te milyen érdekes a Boti. Egyszer hallja, hogy nagyon kajtott a kamrába. Mit csinálsz, fiam? Nagyobb csizmát keresek. Hogy több férjen bele? Több férjen bele? Nagyobb csizmát keresek. Tudjátok, mikor mond ilyet egy gyerek? Amikor jóban van a szüleivel. Akkor bízik abban, hogy nagyobb csizma is meg fog telni. De hogyha haragban van velünk, akkor lehet, hogy a félcipőt se tenné oda ki,
De mivel tudja, hogy jó a kapcsolatunk, a nagyobb csizmát keresi. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy megvan ez a bizalmatok-e Isten felé? Hogy keresem a nagyobb csizmát, Uram? Töltsd meg, Uram, áldással, Uram, tedd azt, amit a kegyelmet gazdagsága szerint tudsz tenni velem, és értem, keresem ezt. Találkoztál egy Istenem, mint mennyi édesatyáda. A bizalmi kapcsolatról szól ez, amire eljutottunk Istennel, Jézus Krisztus által. És most szeretnék látérni, hogy mit is jelent az első szakasz ennek az igének, amit felolvastunk a Máté Evangélium 6. részéből. Vigyázzatok, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyi atyátoktól. Jézus azt mondja, hogy Isten országában az Istennel való kapcsolatunk az a kapcsolatról szól, és nem a látszatokról. Kedveseim, lehet, hogy meg fogtok döbbenni, de a házasság az egy önmagáért való kapcsolat. Én nem azért nősültem meg 16 éve, hogy bebizonyítsam, hogy képes vagyok erre. Nem azért nősültem meg, mert azt mondtam, hogy ha mindenki így csinálja, nekem is ezt kell csinálni. Hanem azért nősültem, mert még 16 év ezelőtt, vagy még nincs 16, bocsánat, mint öregítem itt magam, odaálltam a feleségemnek, és azt mondtam, hogy én szeretlek téged, és akarlak téged egy életen át. És ha te is így gondolod, akkor várom azt, hogy akard velem együtt. A házasság a kapcsolatról szól. Nem arról szól a házasság, hogy hát, ha mindenki így csinálja, akkor nekem is muszáj. Tudod mit, nem szeretlek, nem kedvellek, de az Úr azt mondta, hogy vegyelek el. Ugye, hát megpróbáljuk valahogy, kibírjuk egymás mellett. Tehát ez nem kapcsolat. És még csak nem is arról szól, és tudjátok mi a tragédiája, hazom a házasság analógiát, mert azt mondja Jézus, hogy itt az atyáról van szó, és nem az emberekről. Kedveseim, ti miért vagytok keresztjének? Isten miatt, vagy az emberek miatt? Miért jöttél ma imaházba? Azért, mert megkérdik, hogy miért nem jöttél, vagy Isten miatt jöttél? Miért szoktál imádkozni? Az, hogyha megkérdi a lelkipásztor, hogy mikor imádkoztál utára, akkor ne ígél le, mint a bokor? Vagy azért, mert hiányzik neked Isten, mint atyád? Van miről beszélgetnetek? Miért szoktál adakozni? Azért, mert vannak ősbaptista gyülekezetek, akkor felolvassák évente egyszer? Fantasztikus szokás. Nagyon biblikus. Kürtöltetni, felolvasni, megszégyeníteni azt, aki voltan gyülekezet, így olvasták fel. Ez ennyit adott, az annyit adott, az meg semmit. Hú! Fantasztikus. Nem erről szól. Hadd kérdezzem meg, a te kegyességed, a te Istennel való kapcsolatod a kapcsolatról szól, vagy arról, mit mond a környezeted? Azt mondja Jézus, hogy a farizeusoknak van egy nyavajája a sok között, sok nyavajájuk van, de egy nagyon nagy nyavajájuk van, az pedig az, hogy kegyességüket hol gyakorolják? Az emberek előtt. Ezt hívják kirakat házasságnak. Nincs semmi közünk egymáshoz, nincs közös hálószoba, nincs közös ágy, nincs közös kassa, de mi mindenütt előadást tartunk, hogy mi hogy szeretjük egymást, és olyan boldog vagyunk, mint férjeleség, nem? Ez a gics, ez a házasságnak a paródiája. És a hamis vallásosság az az Isten való kapcsolatnak a paródiája. Hogy miközben nincs titkos szobám az Istennel, nincs Isten központú életem, és nincs bőt életem, közben én bizonyítom az emberek felé, hogy én mennyire keresztény vagyok. Szeretném elmondani nektek, hogy az emberek előtt megélt kegyesség, az megöli az Istennel való kapcsolatot. Az emberekkel való kegyesség belekerget az illúziók és a látszatok világába. Az emberek előtt megélt kegyesség kihűti a szívünket, a szeretetünket Isten és egymás felé. És arról beszél, hogy már rég nincs köztünk semmi, de eljátsszuk azt, hogy nálunk működnek a dolgok. Hadd kérdezzem meg, miről szól a te vallásosságod? Ki mer azt mondani, hogy igenis Istenről szól?
Nem arra, hogy ki mit mond, ki mit sutyuputyá, pletykál, mond. Hát ha mindig ezt szerint mennénk, akkor meg lenne tébolyodni. Arról szól, hogy Isten mit gondol róla. Ezért kezdi ezzel Jézus, vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberekre, hogy gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy miért pont ez a sorrend. Három dologról beszél Jézus, amit gyakoroltak, és hadd mondjam nektek, a pogány vallásokban is megjelenik ez. Úgy látszik, hogy mindig a transzcendensre való kapcsolatnak van három bizonyítéka. Az egyik a jótékonyság, adakozás és alamizsnaosztás, vagy szeretett szolgálat, mondhatnám így is. A második az imádkozás, és a harmadik a bőt. És feltettem magamba a kérdést, hogy vajon ez csak véletlen sorrend? Hát miért nem az imával kezdi Jézus? Nem? Általában az emberek hamarabb kezdenek el imádkozni, mint adakozni. Miért az adakozással kezdi, csak utána folytatja az imával? Hát, szeretném elmondani, mit értetett meg velem a Szentlélek. Meggyőződésem, hogy ő magyarázta nekem. És így szeretném nektek továbbadni az üzenetet. Hadd mondjam nektek, a vallásos életünk, amikor Istent megismerjük, mint édesapánkat és édesatyánkat, akkor teljesen megváltozik a szemléletmódunk. És hadd mondjam nektek, ez a szemlélet az, hogy mi az Istennel közös tulajdonosok vagyunk. Amíg a tékozló fiú otthon volt az atyai háznál, mind, ami az atyái volt, kié volt? Az övé is. Mit mond a nagyobbik fiúnak az atya? Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. És az otthon dúzogó nagyfiú azt mondja, hogy nem adtál nekem egy kecskése. Nem tudom, értitek? Nem fogja fel, hogy minden, ami az atyája, az övé. Fiam, közös tulajdonosok vagyunk. Közös osztatlan tulajdonunk van, fiam. Hát nem vetted észre, itthon vagy a háznál. Tudjátok, az egyik jele annak, hogy valaki megtért és újjászületett, hogy rádöbben annak, hogy ami az Istené, az az övé, és ami az övé, az az Istené. És hadd mondjam nektek, a legdurvább ima, ami létezik a világon, tudjátok melyik? A tékozó fiú már így szól. Add ki. Ismerős? Add ide nekem. Ez kell nekem. És csak nekem. Nem tudom, láthatok már olyan gyerekét, hogy megkapják az ajándékukat, és akkor az enyém. És jön a tesó, de játszunk együtt. Nem az enyém, ez csak az enyém. Ez nem ott, ezt én kaptam, az enyém. Na, ilyen az édenkertből kiszakadt ember, ilyen az Isten jelenlétéből kiszakadt ember, ilyen az, aki tékozol, aki azt mondja, add ki! Én nem akarom, hogy közösen osztozunk a tulajdonba. Szeretném, ha csak az enyém lenne. Onnan lehet tudni, hogy valaki megtért és újjászületett, hogy visszament az atyai házhoz, és azt mondta, hogy atyám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, tégy engem béressé. És az atya azt mondja, hogy te vagy az én fiam, aki meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és ismét mindaz, hogy az enyém az a tied. Amit eltékozoltál, azt már nem lehet visszahozni. De Isten, tudjátok, ő nem szegény. Tehát nem arról szól történt, eltékozoltad, visszajöttél, nyet. Nincs, vége, nincs több. Isten azt mondja, gyere vissza, van még az atyai háznál. És tudjátok, itt a nagy különbség, hogy a mai ember azt mondja, hogy az enyém, magam körül forgolódok, magamat valósítom meg, a keresztény pedig azt mondja, a miénk, a miénk. Azért nem tökéletesek a mi gyerekeink, azt tudjátok ti is, de azért legnagyobb öröm, amikor tudnak együtt játszani. Mikor sokat vannak otthon, például betegség idején, pedig elég, az egyik tinédzser, a másik meg jóval kisebb, de olyan jó tudnak játszani, és annak gyönyörködni, amikor játszanak együtt. És akkor nagyon sokat vannak külön, akkor nehezen megy ez, amikor sokat vannak együtt, játszanak együtt. És elhangzik az, hogy a miénk. Enyém, ilyen, nem, a miénk. A miénk. Hadd kérdezzem meg, ki tud-e mondani azt ma, mindarról, amit van, az atyádnak, atyám, ez a miénk. Atyám, én a miénk vagyok. Atyám, a feleségem a miénk.
A gyermekeim? A miénk. A fizetésem? A miénk, atyám. Az autóm? A miénk. A házam? Áldott legyen az Úr azokért, akik megnyitottátok az otthonotokat a bibliórák előtt. Atyám, a házam a miénk. Vagy akik megnyitottátok az otthonotokat elesett idős emberek előtt. Mert azt mondtátok, hogy a házam a miénk. Nem az enyém, a miénk. Az egyik legdurvább, brutálisabb ima az, amikor azt mondjuk Istennek, hogy add ki. És az visszatállás útja az, amikor ki tudod mondani, hogy ez a miénk. És tudjátok, ó, mennyi ember szenvedettől. A barátkozó korán beszélgettünk most a 10 parancsolatról, tartunk az ötödik, a negyedik szövetség, amit Isten az emberekkel köt. És hát szóba jött a ne lopj, meg szóba jött, hogy sok minden. És akkor az egyik barátkozó elmondta, hogy hát egy pedagógus. Tudjátok, hogy a pedagógusok nincs olyan nagyon nagy fizetése. Nem haragusznak a pedagógusok, ezt elmerre mondani. És hát ez a pedagógus tanított egy nagyon-nagyon gazdag családnak a gyermekét. Ahol anyuka és apuka és nagyon magas társadalmi ranglétrán mozognak, és nagyon nagy bevételeik vannak. És ez a kisfiú, ez egy teljesen elesett gyerek. Nem foglalkoznak vele, nem szánnak rá időt. Kiderült, hogy neki soha nem olvastak este mesét. Hogy nem ismeri a magyar népmeséket, hogy nem ismer mondókákat, nem ismer szinte semmit. Mert csak egy volt a cél, hogy a legmagasabb szint és luxusban élni, miközben lelkileg kiüresedünk. Mert mindenkié a miénk. És ez a kedves pedagógus barátkozó elmondta, hogy meglátogatott ezt a családot, meghívták magukhoz. És azt mondja, hogy ő kellett őket vigasztalja, mert arról szólt a vita, hogy a félmilliós fénymás, amit most vettek, a feleségét fizesse ki a feleség. Egyenlő módon járjunk hozzá a család terreihez, ugye? És akkor ment a vita, hogy ilyen autó, olyan autó, ilyen ház, olyan ház, és ment a nagy eszeveszett őrület. Mert enyém, tiéd, de nem a miénk. Kedveseim, meggyőződésem, hogy Isten azért tette az első helyre ezt, mert arról van szó, akkor valaki megtér, akkor rádöbben arra, hogy ő gazdag. Van egy régi ifjúsági ének, nem tudom, ismeritek-e, megváltom, oly boldoggá tettél. Értem, váltságdíjat fizettél. És van egy ilyen verszaka, köszönöm, hogy megismerhettelek. Régi rongyaim levethettem, koldus voltam, és királyá lettem. Tudod, amikor valaki megtér és újjászületik, az ki tudja ezt mondani? Levetettem a régi rongyaimat, koldus voltam, és királyá lettem. És ez nem annak a függvénye, hogy mekkora vagy milyen vastag a pénztárcád, milyen társadalmi rangod van, hanem annak a függvénye, hogy találkoztál Istenem mennyi édesatyáddal. Az első dolog, hogy megérted azt, hogy minden, ami az Isteni, az az enyém is. És együtt gazdálkodunk. És együtt megbeszéljük. Én most nem az adakozás meg a tízedről fogok itt beszélni, hanem erről a szemléletváltásról. Amikor rádöbbensz arra, hogy neked van, te gazdag vagy. Az vagy. Az egyik legfárasztóbb dolog az életemben, mikor gazdag emberek panaszkodását kell hallgassam. Hát ettől, hogy mondjam nektek, nagyon lehetok zsibbadni. Nagyon lehetok fáradni, mikor hallom, és világban nagyon sok emberrel lehet találkozni, hogy milliói vannak, és a végén gondolom, hogy adok neki már egy tízeset, nem így panaszkodjon, hát adjam már abba. Hát nem is sírjon, na. Gazdag vagy? Királyfi lettél? Találkoztál mennyatyáddal? Ki tudod azt mondani, hogy a miénk? A másik jele annak, hogy Isten mennyi édesatyát, hogy észreveszed, hogy vannak körülötted olyan szükségletek, amiket te tudsz betölteni. Vannak körülöttem emberek, akiknek a szükségei Isten rajtam keresztül fogja betölteni. És tudjátok, itt kezdődik az imádság. Ez után beszél csak Jézus az imádságról. Miért? Mert a Jakab levélben már idéztem egy igét néhány hete, és az így szólt az az ige. Figyétek meg, hogy szól az ige. Nagyon komoly ige. Azt mondja, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezetékre akarjátok azt eltékozolni.
Mit mond Jakab? Az a probléma, hogy magad körül forogsz. És így kérsz. Isten azzal kezdő, hogy megváltozik a szemléletmód. És együtt kérjük. Együtt kérjük az atyával. És akkor most összefoglalom, előre mutatva a következő vasárnapokat is. Hadd mondjam azt nektek, hogy amikor megváltozik a szemléletmódunk, és ilyen életet élünk, ez kérdőleket fog az emberekbe föltenni. Addig, ameddig valaki nincs megtérés újjászületve, a körülötte lévő problémák csak kérdőjelek kiválnak. Amikor megtérés újjászülettél, ezt szeretnéd megoldani, és ez neked annyira fontos, hogy elmondod Istennek imában. És akkor válik a kérdőjelből mi? Pont. Mert az imáinkat nem felkiáltóra szoktuk befejezni. Ugye, hogy nem? Teszünk egy pontot a végére. És mikor nagyon, de nagyon fontossá és sürgető válik valami számunkra, akkor ez a pont felkiáltójelé fog alakulni, és a bőt nem más, mint egy felkiáltójel a szükségek mellett, amiket nem tudsz megoldani, és nem tudsz betölteni. Egyfajta crescendo. Mielőtt átérünk az úrvacsorára, engedjétek meg, hogy olvassak fel nektek egy rövid kicsi történetet. Összefoglalandó a mai igét. Egy indián bölcsasszony, amikor a hegyekbe utazott, talált egy különösen értékes követ a folyóban. Másnap találkozott egy utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az utas, miután meglátta drága követ, kérte, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta drága követ. A vándor jó szerencsén örvendezve továbbállt. Azon gondolkozott, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később visszatért az indián asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg, és bár jól tudom, hogy milyen értékes ez a drága kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még ennél is értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ. Erről szól a mai ige. Úr Jézus, add nekem azt a képességet, ami arra tett téged képességé, hogy magadat ad ide. Hogy az életet adott ide. Bocsáss meg, hogy önző voltam, bocsáss meg, hogy magam körül forgolódtam, bocsáss meg, hogy úgy tekintettem mindenre, ami csak az enyém. Add nekem ezt a képességet. Azt hiszem, a legszebb ima, ami elhangozhat ma, amit ez az asszony elmondott az indián asszonynak. Visszaadom a követ, adj nekem valami többet, ami képessé tett arra, hogy ideadd ezt a követ.
Köszönöm neked, kegyelmet, köszönöm neked.